A legsikeresebb pályázók közé tartoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg roma civiljei. 120 pályázatból 80 nyertes program került ki ebből a térségből az elmúlt időszakban. Ez azon a Nagyecseden tartott fórumon hangzott el, melyen a roma nemzetiségi támogatások idei forrás lehetőségeit mutatták be az érdeklődő szervezeteknek. A belügyminisztérium megbízásából a Társadalom Esélyteremtési Főigazgatóság roma nemzetiségi támogatások néven pályázatot hirdetett 620 millió forintos keretösszeggel, amelynek keretében 4 alprojektre lehet pályázni. De ennek összességének a fő célja az az, hogy a roma kultúrát, a roma hagyományokat, a nyelvápolást és azokat az értékeket, amelyekkel egy adott nemzetiség rendelkezik, azoknak az ápolására, a megosztására, a közvélemény részével való elérését szolgálja a felhívás. A fórumon elsősorban civil szervezetek képviselői vettek részt. Az egyik helyi szervezet elnöke szerint fontos, hogy az adott közösség véleményét is kikérjék egy-egy pályázat megfogalmazásánál. Ha nekik való programelemek vannak benne, amit ugye ők szeretnének, akkor szívesebben vesznek részt minden programunkba. Éppen ezért van az, hogy megkérdezzük őket, és ugye azért a romák azt nagyon szeretnek táncolni, énekelni, és nagyon fontos, hogy mi az identitás erősítését preferáljuk, és azt gondolom, hogy ebbe belefér egy táncház, belefér a cigány-magyar kultúrát, egymástól való tanulás, szóval cigánytánc, magyar tánc, nagyecsedi táncok, amiről beszélek, a tábortűz köréülés, ezek mind beleférnek, és ezek mellett különböző sporttevékenységek, vetélkedő, kreatív foglalkozások, szerintem ezek mind beleférnek. Illetve ugye egy múzeum meglátogatása, ami értékteremtő, ami fontos. A roma civil szervezetek, roma kisebbségi önkormányzatok és egyházi szervezetek október 28-áig pályázhatnak. Részleteket a tef.gov.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők.